Sziasztok! Így szoktunk madarászni, illetve madarakra vadászni. Itt törünk mind a ketten az ablakba, és lessük a fát. Viszont nem tudok megnyugodni. Úgyhogy gondoltam, csinálok még videót, úgyis mindenki el van itthon foglalva, mindenki néz valamit, mindenki csinál valamit, én is. Arról szeretnék beszélni, hogy tapasztaltatok-e irányított, vagy irányzott kontrollálást a narcisztikustól. Ugye azt tudjuk mindannyian, hogy kontrollmániákusok. Mindenkit és mindent nagyon szeretnek kontrollálni. De mostanában néztem egy ilyen műsort, ahol erről beszéltek, hogy a narcisztikusok sokszor ilyen irányított, irányzott, tehát valamire, valamilyen dologra irányuló kontrollálást is szeretnek bevetni. És én erre tudok egy tipikus példát mondani. Amit egészen addig nem tudtam összekötni, hiszen kontrollmániákusok, kontrollmániákusok. De én ezt akkor ismertem fel, mikor lebetegedtem. És ugye az orvosok, a házi orvos, hát sorba írta fel a fájdalomcsillapítókat. És azon kívül más nem tud csinálni, ugyanis itt Angliában az a szokás, gondolom meséltem már előző adásban, hogy a házi orvosoknak itt 6 hónap áll a rendelkezésükre, hogy meggyógyítsanak valakit. Ha nem tudják, akkor utána beutalóval küldhetik tovább a beteget. Na most én 6 hónapig félig meddig ilyen kísérleti nyuszi voltam. Volt olyan gyógyszer, ami bevált, volt, ami kevésbé, volt, ami abszolút nem. Heti szinten megfordultam a házi orvosnál, és miután sikerült nagy nehezen beutalót szereznem reumatológushoz. És megvolt a legelső időpont. Ugye én akkor már tudtam magamban, hogy fibromiálgia. Csak a többit nem. És úgy is sétáltam ki tőle, tehát abszolút nem voltam meglepve. Azt kaptam, amire számítottam.
És miután hazaértem a diagnózissal, ugye az exem elkezdett utána olvasni, és mindenféle baromságot megtalált, ami létezik az interneten. És mindegyikből úgy gondolta, hogy összeszedi azt, ami szerinte használható, és nekem beválik majd. És majd ő meggyógyít. Mert ilyen betegség, hogy fibromialgia, ilyen nincsen. És akkor így elkezdtem gondolkozni magamban, hogy mégis ezt hogy gondolja. És a vége ez az lett, hogy ugye mivel 4 óránként szedtem a fájdalomcsillapítókat, elég sokat, mert anélkül menni se tudtam volna. Ő úgy gondolta, hogy ez lesz a legjobb megoldás, hogyha én egy hétig nem veszem be a gyógyszereimet, egyet se, amit addig szedtem, és helyette ilyen növényi juice lötyivel itat engem egy hétig, hogy átkipucoljam a szervezetemet. És én így azért gondolkoztam, és mondtam neki, hogy épp ésszel, mondom, figyelj ide. Azt mondod, ne szedjem be a gyógyszereimet, de azért hadd kérdezzem meg a házi orvost, hogy mi erről a véleménye. Mert amilyen gyógyszereken voltam, nem biztos, hogy jót tett, vagy jót tett nekem, hogy én az egyik pillanatról a másikra csak úgy nem szedtem tovább. Nem, kipucoljuk a szervezetedet, és minden tökéletes lesz. Tehát akármivel próbáltam valami logikát találni, nem, lesöpört mindent azonnal, csak az volt, amit ő kitalált. És egyébként csak ilyen juice kúrán voltam, enni nem ehettem, egy falatot sem, azt is nézte, és hát képzelhetitek, nagyon kellemes hatása van, és még úgy az első 2 napon még azt mondtam, hogy oké, talán, esetleg valami lehet, hogy mégis van benne. Na de jött a harmadik, majd a negyedik, és az ötödik nap. Az ötödik nap után szó szerint már a WC-re is alig bírtam kijárni. És könyörögtem neki, hogy nem jó ez így. Nincs rendben. Nem, ezt végig kell csinálni. Mert olaszba is így gyógyította meg magát. Ebből
egy férfi. És mondom, nekem nem használ. De csak nem akarod elfogadni. Nem akarod, hogy használjon. Valami csoda folytán kibírtam a 6. és a 7. napot, és a 7. napon neki és a kislányomnak úgy kellett nekik kettőjüknek felhúzniuk engem az ágyról, hogy ráültessenek a vécére. Menni nem bírtam, egyszerűen minden izületem, izmom, minden izom, szövet, izom, darabka, még olyan helyen is fájt, ahol nem tudtam, hogy van izom, mindenem görcsölt, égetett. És én akkor akadtam ki, és nagyon elkezdtem vele kiabálni, hogy mit képzelsz magadról. Én nem vagyok egy... minek mondják ezt? Labornyúl, vagy labornyuszi, hogy kísérletezzél rajtam. Kísérleti nyúl, bocsánat. Nem vagyok kísérleti nyúl. És hagyj el engem békén. Az egészségemmel ne játsszál. És persze nagyon meg volt sértődve, még ő, hogy én így mertem belebeszélni, és hogy nem köszöntem meg azt, amit ő próbált értem tenni. És mint később kiderült, mivel hirtelen hagytam abba a sok gyógyszert egyik pillanatról a másikra, ezzel komoly kockázatnak tettem ki magam. De ugye ez mellékes. Annak nem nézett utána, mert minek. Úgyhogy ez egy nagyon jó példa. Ha a narcisztikus ennyire eltökélten kontrollálni akar téged valamiben, ne engedd. Rámehet az egészséged, rámehet az életed. Azért gondoljátok át. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!